Ami az Őkövesd elleni hazai döntetlen követően lépett pályára, a kiesés ellen harcoló Dunaui város otthonában a Kisvárda Mastergood. Az első fél órában kimaradtak a vendéghelyzetek, aztán a félidő hajrájában megtört a jég. A 39. percben Vári, a 44. Délceg, a 45. percben pedig erős talált a Dunaui városi kapuba, és ezzel el is gyúlt a mérkőzés. A második félidőre is maradt egy várdai gól, Nagy Róbert állította be a 4-0-ás végeredményt. Sós Imre együttes a sorozatban 5. meccsét nyerte meg vendégként. Mi vagyunk az NB2-ben az egyetlen olyan csapat, aki idegenben még ebben a tavaszi szezonban nem szenvedett vereséget, hiszen az első két forduló ugye döntetlen lett, azóta viszont idegenben minden mérkőzést meg tudtunk nyerni. De hát ez igazából annak is köszönhető, hogy a csapat erős. A forduló további eredményei: Sopron Szolnok 0-0, Vác Szeged 3-2, Budaörs Ajka 0-0, Siófok Sziget Szent Miklós 1-0, Zalaegerszeg Csákvár 0-3, Balmazújváros Gyirmút 1-0 és Mezőköves Soroksár 0-1. A tabella élén a Gyirmút áll 56 ponttal, megelőzve a 43 pontos Kisvárdát, valamint az egyaránt 42 pontos Zalaegerszeget, Mezőkövesdet és Balmazújvárost. Ha a Kisvárda megőrzi feljutást érő pozícióját, akkor sem indulhat el az NB1-ben, mivel a klub korábban nem kért élvonalbeli licencet. Délszeg Gergely szerint ez a tény nem befolyásolja majd a hátralévő meccseiket. Én úgy gondolom, hogy ugyanúgy játszunk, ahogy eddig. Ugye most a mai sportba lehozták azt, hogy nem tudunk feljutni az első osztályba, úgyhogy nyilván azért ez egy picit nem jött jó a csapatnak, szerettünk volna első osztályba játszani, de én azt mondom, hogy minden mérkőzést már csak presztízsből is meg szeretnénk nyerni, úgyhogy mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy minél előbb végezzünk a tabellán. A Magyar Kupa szombati döntője miatt valamennyi NB2-es csapat vasárnap lép majd pályára a következő fordulóban. A Kisvárda Mastergood 15 órai kezdettel a Vácot fogadja a Várkerti pályán.